Az új óvoda a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenntartójának, Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megyének a beruházása. Régen dédelgetett álmunk volt az, hogy szerettünk volna egy nagyobb átalakítást végezni az óvodánkban, hiszen annak idején, amikor 30 évvel ezelőtt megkezdtük itt a működésünket, akkor nem volt óvoda céljára kialakított épületünk, hanem régi családi házakban folyt a működés. A fenntartónk nagyon sok anyagi áldozatot hozott az évek, évtizedek során azért, hogy ezeket az épületeket korszerűsítse, barátságossá tegye a gyerekek számára, mégis mára már ezek az épületek funkcionálisan elavultakká váltak, és nem volt érdemes további anyagi befektetéseket végezni ezeken az épületeken. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye anyagi forrásokhoz, állami támogatáshoz jutott, amelyet óvoda fejlesztés céljára fordíthatott, és nagyon nagy öröm volt az a számunkra, az a fenntartói döntés, hogy Kiskunmajsán új óvoda épülhet. Én azt gondolom, hogy ez az új óvoda nem csak a mi intézményünk számára lesz érték, hanem érték lesz a Kiskunmajsai Egyházközség számára is, érték lesz Kiskunmajsa városa számára is, és bízom abban, hogy nagyon sok gyermek élvezheti majd az itt kialakuló épületrendszert és új feltételrendszert. Milyen adottságokkal, milyen funkciókkal lesz ellátva az új óvoda? Az új óvodánk korszerű lesz, a mai igényeknek megfelelő óvoda lesz majd. Mindenképpen érdemes azt kiemelni, hogy nagyméretű, világos csoportszobák lesznek az óvodásaink számára, amelyek rendelkeznek a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel, öltözőkkel, vizes blokkokkal. Lesz természetesen az új óvodában konyhai rész, ebédlők, lesz tornaszoba, lesz könyvtár, fejlesztőszoba, irodahelyiségek, közösségi helyiségek, és lesz személyi felvonó és ételfelvonó, amely az ott folyó munkát segít a dolgozók számára. Hogyan tervezik várhatóan, mikor tudják birtokba venni az új óvodát? Az új óvoda befejezésének ideje 2020. december 31. Azonban amikor ez a szerződés aláírásra került, akkor nem volt még előre látható a jelenlegi járványügyi helyzet. Előfordulhat, hogy ez befolyásolja majd az óvoda épülését. Még most nem tudjuk, jelen pillanatban megfelelő ütemben haladunk. Hogyan zajlottak a beiratkozások az idei évben? Volt a kialakult járványügyi helyzet miatt változás. A szokásos tavaszi nyílt napjainkat, ismerkedő napjainkat, szülőértekezleteinket nem tudtuk megtartani. A szülők és a gyerekek nem tudtak megismerkedni a leendő óvónénikkel és tanítónénikkel. Mégis örömmel mondhatom el azt, hogy a szülők éltek a szabad iskola és óvoda választási jogukkal, és igen, sokan választották ebben az évben is az intézményüket, és nagyon szépen köszönjük nekik a bizalmat.